VM100, azaz 100 éves a Városmajori Szabadtéri Színpad, pontosabban az elődjének számító első magyarországi kertmozi, ami egészen pontosan 1922. július 30-án nyílt meg. A Városmajor Buda első közparkja, a Szabadtéri Színpad pedig az egyik első ilyen volt az országban, és 100 éves évforduló nincs mindig, ezért is jelenik meg a színpad új logójában. De hol is van mindez? A Moszkva Szélkálmán tér felől érkezünk, ez a Csaba utca eleje, és itt van rögtön mögöttem a Major két temploma, a nagyobbik hátrébb, a Jézus szíve, katolikus templom, a közelebb a kisebb, de előbb épült kis templom. Ezt apa és fia tervezte, a Jézus szíve pedig az első modern középületnek tartott épület Budapesten. Az apa, Árkai Aladár 1925-ben építette meg a népies magyaros kis templomot, de a másik, a Jézus szíve 1933-as felszentelését már nem élhette meg. A neobarok hívei akkoriban Isten betongarázsának is csúfolták, pedig szerintem a tornya a legszebb, legelegánsabb modern templomtorony. Az építészekről elnevezett gyalogsétányok ölelik körbe, itt lesznek aztán a sakkasztalok, aztán a plac túlsoldalán már ott a szabadtéri színpad. A templom a kialakításába egyébként beleszólt az ördögárok, a lefedett, bebetonozott patakmeder miatt kellett a későbbi templomtornyot nem közvetlenül a templom mellé építeni. És meg is érkeztünk a Városmajori színpadhoz. Miért 100 éves? Azért, mert éppen 100 éve szabadtéri moziként nyílt meg a színpad elődje, Révész Artúr tervei alapján és üzemeltetésében. A kerítésen a színház történetéről szóló szabadtéri fotókiállítások szoktak lenni, a következő az a 100 éves évfordulóra készül majd. Ez volt az ország első kertmozia, mert a fővárosi kertmozik gyors elterjedés állítólag az 1918-as spanyol nátha járvánnyal is összefüggésben volt. Ahogy mostanában, akkor is sokan óckodtak a zárt terektől. A világháború után 1952-ben épült fel a szabadtéri színpad, ez tehát éppen 70 éves, amelyet azóta többször korszerűsítettek. A színpad egyébként újravetít filmeket is, de igazából színház. 70 éve rendeznek itt színházi előadásokat, koncerteket. A Városmajor 1785-ben lett közkert, II. József kezdeményezésére. A középkorban kaszálónak használták, aztán a török kiűzése után a katonaság élet. A Városmajor később vigalmi központ, azaz Wurschli lett. A 19. század vége felé még egy hullámvasutat is építettek itt. Közben parcelláztak is, a Major nyugati végénél 1874-ben beüzemelték a fogaskerekű vasutat. Így lett egyre kisebb, viszont 1917 és 20 között megoldódott a fertőzés veszély, orosz hadifoglyokkal befedették az ördögárok itteni szakaszát. Aztán a Wurschli is bezárt. A már parkosított Városmajor északi szélénél 1911-ben épült fel mai Kóskároly szecessziós iskola. A Major 1920 után alakult át erdős területből Buda egyik legszebb parkjává. 1965-ben újabb rekonstrukció jött a szabadtéri színpadon, új öltözőkkel és ezzel az új, illetve új régi igazgatósági épülettel. A 80-as évek végén néhány évig újra kertmoziként működött, aztán 2010-ben a nézőtér és a színpad tetőt kapott, így jobban lehetett szervezni az előadásokat, de természetesen jó idő esetén a csillagos ég romantikájával. A Városmajor hatalmas fáit is II. József döntésének köszönhetjük, akkor mértanilag szerkesztett hálózatban sétányokat létesítettek, és 3000 facsemetét ültettek el. Nyilván a mostaniak már nem 250 évesek, de két hatalmas nyárfa áll a játszótér mellett is. Már a világháború előtt is volt itt játszótér, aztán 1967-ben a fővárosi kertészet fennállásának 100. évfordulójára a kor mintajátszótere épült meg. 64-ben a Hazafias Népfront, a Nőtanács, meg a minisztérium rajta tartotta a szemét a gyerekek és anyukák helyzetén, és úgy döntöttek,
két kísérleti játszóteret hoznak létre. Az egyik ide került a Városmajorba, és a lakótelepi játszóterek betoncsúszdás, rakétamászókás és acélhintás verziói után ide teljesen egyedi játékokat telepítettek, és még játékokat kölcsönözni is lehetett, például labdát, tollasütőt, biciklit. A nagy kísérletből persze nem maradt semmi, pontosabban ami maradt, ez a kis épület, ami a kölcsönző épület volt, és a másik játszótéren a rúgófal, ami most egy graffiti felület. Városmajort minden kellemessége ellenére a halottak szelleme is kísérti. 1944-45-ben a Városmajor utcai nyilas csoport tevékenysége idején folyamatosak voltak a zsidóbegyűjtések, fosztogatások, kivégzések. Aztán február 11-én jött a kitörés a budai várból, újabb romok, roncsok és halottak. A major ideiglenes temetővé vált, ma is több száz ismeretlen katona nyughelye. És valami igazi unikum is van itt a szabadtéri közepén. Kevesen gondolnák, kevesen fogadnának rá, de bizony, ez a kis vetítőház egy makovec. Makovec Imre 1959-ben végzett az építészkaron, és a épületeinek a leírása úgy kezdődik, hogy Városmajori Vetítőház 1960. És itt fent két szunnyadó, 70 éves, 35 mm-es vetítőgép van. Egyébként a hőskorszakban a vetítések még analóg formában mentek. Két éve egyébként újra vannak vetítések is itt, ez a kertmozi program. Az eredeti épületre ma már nehéz ráismerni, bár Makovec korai interjúiban állítólag megemlített némi Frank Lloyd Wright hatást. Ma akárhogy is nézzük ezt, nincs benne semmi romantika, ez egy kis ipari épület, 60 év némi bájával és főleg anyagöregedésével. De azért mégiscsak egy 60 éves Makovec épület áll a 100 éves Városmajori szabadtéri színpad közepén. A jubileumi évadhoz meghosszabbított nyitvatartás és minden eddiginél gazdagabb programkínálat jár, több mint 70 különleges produkcióval készülnek. És a 100 éves Városmajori szabadtéri színpad időn egy újszülöttel is gazdagodik, ez pedig a Kristálytér a Margit-szigeten. Gondolom már hallottak róla.